ugyanazt lehet csinálni, mint télen a havon. Azzal a különbséggel, hogy itt nem a sílész talpán gurulunk, hanem kettő darab keréken, és maga a síroller is lényegesen rövidebb, mint a siléc. Abszolút jó minőségű aszfalt kell hozzá, ezért Magyarországon ez elég nehéz ilyeneket találni, és ahol jó minőségű aszfalt van, ott általában nagy a forgalom is. És hát szerencsére azért gyöngyösen meg lehet találni ennek a módját, főleg, hogy fölfelé a Mátrában is tudunk fölfelé az úton sírolerezni, és azért lényegesen toleránsabbak ott az autósok, mert rengeteg kerékpáros is közlekedik arra, szóval ott tudunk edzeni, Gyöngyös mellett is vannak benne fejezett utak, szerencsére a költségvetés hiányából fakadóan nem fejeztek be bizonyos utakat, ezért ott nincsen még forgalom, és azok is egész jó minőségűek, így ott is tudunk edzeni. Itt láthatjuk az edző, illetve a versenyrollert, ami megkülönbözteti tulajdonképpen a kettőt egymástól azt, hogy az edzőroller lényegesen lassabb, jobban tapadnak a kerekei, sokkal inkább strapabíróbb, lassabban is kapnak. Ezen igazából látható, hogy szélesebb is a kerék, ennek radírszerű kereke van, ami sokkal lassabban kopik, illetve sokkal szélesebb. Ez sokkal inkább kezdőknek van, mivel lényegesen stabilabb a szélessége miatt, és sokkal jobban imitálja a síelő mozgást. Mert azt tudni kell, hogy alapvetően a nyári síroller versenyeknek a technikája azért lényegesen különbözik a sífutástól, mert a versenysírollert inkább a görögkorcsjához tudnám hasonlítani, illetve annak a mozgásához, mert lényegesen jobban előre hajolnak a síroller versenyek alatt. És ezért itt láthatjuk, hogy itt már külön felnit használnak, áramvonalas felni van a versenysírollereken, lényegesen könnyebb, mint az edzőroller. Ha megpróbáljuk a kereket, akkor láthatjuk, hogy sokkal jobban gurul, mint például az edzőrolleré, ez lényegesen hamarabb is megáll. A régebben megszokott kötésekhez képest itt már nem található egy ilyen gumi rugószerűség, ami ugye azt a célt szolgálja, hogy a cipőt mindig visszanyomja a sírollerre, illetve a kötésre, hanem itt már kettő darab vas található, amit szintén rugó mozgat, és ugye ez azt a cél szolgálja, hogy a cipő ne emelkedjen el túlságosan a sírollertől. Ez a rugó fogja tulajdonképpen a cipőt, és hát ezzel válik lehetővé az, hogy tulajdonképpen a sarkunk mozogjon, és sokkal nagyobb amplitúdóval mozogjon a cipőnk, mint a lesikló bakancsotnál, ahogy teljes mértékben rutítson a sarkunk, és ott igazából egészen más cél szolgálkozás. Valamilyen szinten lehet hasonlóan fékezni, mint a silésznél hóekével, illetve egy kicsit gumikoptató megoldásra, hogy húzzuk magunk mögött az egyik lábunkat. Ha valaki sík terepen próbálja ki, és nincsenek benne komolyabb lejtők, akkor abszolút egy művelhető sport szerintem. Ilyenkor azért a nyáron még sokkal inkább a kilométer gyűjtés a fő cél és az állóképességnek a fejlesztése. Állóképességi edzés alkalmával 25-30-35 kilométert is szoktunk sírolerezni. Ha pedig már egyre inkább közeledünk a szezon kezdet felé, akkor előtérbe kerülnek az intenzív edzések, a résztávos edzések, ilyenkor csökken a kilométer szám, nő az intenzitás. A nyári bot abban különbözik a téli bottól, hogy az a nem talált a hótány, amivel nincsen szükségre, illetve a nyári botnak a tartó része az egy kicsivel rugalmasabb, mint a téli botnak, hogy a folyamatos ütődéseket az aszfalton el tudja nyelni. A fiatalok azok általában érdekesen néznek ránk, viszont amit nagyon szeretek, amikor az öregek összeteszik a képet, és azt ez olyan, mint a sífutó mozgás, és akkor mindig mondják a fiatalabbaknak, hogy nézd, az ott egy kemény, és olyan, mint a sífutna, és ez egy abszolút nehéz fordág, és akkor mindig jót mosolyok magamban edzés közben, hogy a kisgyerek meg gyakorlatilag néz ránk butá, hogy most mi történik, és nem érti, hogy ezt miért csináljuk, és ugye a sífutás ez egy olyan sport, ahol sokszínű maga a felszerelés, és hogy a cipőnk szürke, a síroller sárga, a sívotunk piros, és nem érti, hogy ez miért történik, úgyhogy egészen látványos és figyelemfelkeltő. Tippelj, totóz és játsz a 6-3.hu tippligáiban, ahol hetente több százezer forint kerül kiosztásra.